még több kriptót termelni? Hogyan tudod a Tron-ot a legjobban használni, tulajdonképpen kicsit kevesebb rizikóval? Üdvözlök mindenkit itt a Decentralized Finance Hungary mai videójában. A mostani videóban arról fogunk beszélni, hogy a Tron-oddal hogyan tudsz még több kriptót termelni, hogyan tudod a Tron-ot a legjobban használni, tulajdonképpen kicsit kevesebb rizikóval. Azok a hírek, amik mostanában mennek, hogy az Ethereum el fog indulni, Ethereum el fog triplázódni, duplázódni. Tulajdonképpen ugorjunk is bele akkor a videóban. Ja, kezdjük is, akkor Ethereum-ot megnéztük, ugye hallottuk, hogy óriási hírek, mindenhol mindenki mondja, hogy fú, Ethereum el fog indulni így, úgy, amúgy, Ethereum így, Ethereum úgy. A kriptóban úgy van, hogy ha azt mondják, hogy el fog indulni valami, akkor az általában nem fog elindulni. Ebben az esetben viszont sajnos egyetértek ezzel, tehát nagyon valószínű, hogy mi itt óriási move-okat fogunk látni. Azért is, mert a hype van, azért, mert ez az év, ez más. Ez más, ez az év. Ez a bull market, ez valószínű, én úgy gondolom, én I just went all in Ethereum. Remélhetőleg 3000 dollárt elérjük, de ha nem, akkor se történik semmi, igazából szeretem az Ethereum-ot, szóval. Megnézzük akkor ugye az Ethereum-nak a chartját, hát hovering around, tehát itt vagyunk, itt repkedünk, itt 1315, felmentünk egyszerűen 1300-1400 fölé, de vissza is estünk, de úgy gondolom, hogy ez a rakéta, ez nagyon el akar indulni, tehát csak idő kérdése, és újra el fog indulni az, aminek el kell indulnia, tehát én egy MACD-vel megnéztem igazából, itt volt egy jel, ugye egy buy signal, nem vagyok nagy trader, mint elmondtam, tehát én nem szoktam tradelni, de azért tisztán vagyok vele egy picit, hogy nagyjából hol mennek a buy signal, akkor a MACD-t szoktam általában használni, de hát majd meglátjuk. Na, visszatérve, hogyan tudsz a Tron tokeneddel a legjobban, a legegyszerűbben úgymond kicsit kevesebb rizikóval pénzt keresni, hogyan tudsz még több kriptót termelni. Ugye nagyon szeretjük a Tron Decentralized Web tokenünket, visszacsúszott még mindig, a 22. helyre csúszott vissza a Tronunk. Ugye, mint mondtam, ő szeret beállni egy ilyen range-be, ahol leföl mozog, 0,029 és 0,03 között szokott ő mozogni mostanában. Ne várjuk azt, hogy átlépje a 3 centet és fölmenjen akár a 4-5 cent vonalába. Nagyon örülnék neki. Tehát ha megnézzük, itt van a Tronon, van egy ilyenünk, hogy Justland, ugye Justin Sun, a Tron alkotta, vagy a Tron Foundation-nek a CEO-ja alkotta, ugye Justland. Itt tulajdonképpen nagyon szép ilyen clean website-ot látunk magunk előtt, ahol mi, ahogy a land szó is benne van, tudunk egy peer-to-peer lendinget csinálni, tehát mi egy úgymond a mi kriptónkat be tudjuk ide fektetni, és nem csak tárolni egy ledgeren, hanem tulajdonképpen ezt mások részére, mint egy úgymond kölcsön fel tudjuk itt kínálni. Tehát ha megnézzük, akkor itt van egy all markets, akkor látjuk, hogy ezeken a piacokon tudunk mi tevékenykedni, nyilván Tron van első helyen, USD, Bitcoin, Ethereum, Sun, Just, USDJ, Wrapped BitTorrent és Win. Win ez egy ilyen a Tron beten egy nagyon első Tron DApp-nek a tokenje. Ugye akkor látjuk itt, hogy Supply API, ez azt jelenti, hogy ha mi supply-olunk, tehát mi adunk, rendelkezésre bocsájtjuk a Justlandnek a Tronunkat, akkor egy éves szinten ekkora százalékot fogunk rá kapni. Tehát 6.32 százalékot. Most az a kérdés, hogy melyik bank ad ilyen kamatot, melyik bank ad egy ilyen százalékot úgymond a pénzünkre. Nyilván semmelyik. Ugye ez azért van, hogy a DeFi-ben őrületes százalékokról tudunk beszélni. Nyilván van vele rizikó, tehát a Tron árfolyama lezuhanhat, vagy fölmehet. Ha fölmegy, akkor nem elég, hogy fölmegy a Tron árfolyama, mi nyerünk pénzt azon is, de még azon is nyerünk, hogy még 6.32 százalékot kapunk az éves befektetésünkre. Na, ha megnézzük, hogy van Tether, az általában egy stabilabb
coin, nyilván egy stablecoin, tehát rá akár 11%-ot is kaphatunk, tehát ez nagyon-nagyon magason van. Szintén a Wind Token, ami nagyon egy volatilis coin, de azon is 24,13%-ot kaphatunk, hogyha ezt rendelkezésre bocsátjuk. Na most, hogyha először járunk ezen a websájton, akkor látjuk azt, hogy igazából itt össze tudjuk kötni a Mitron linkünkkel, amit itt találhatunk nyilván. Ugye, hogyha ez megtörténik, akkor látjuk azt, hogy ő már összekötötte itt az address-ünk, ő már összekötötte magát a Tron linkünkkel, és már aktív, tehát készen áll arra, hogy mi esetleg, ha mi most ide küldünk mondjuk egy pár 100 000 tront, akkor, vagy bármennyit, amennyit szeretnétek, azt mi akkor supply-jal be tudjuk depozitálni. Kiválasztjuk, hogy bitcoin, mi szeretnénk bitcoint hozzáadni, swapoljuk. Ugye ez a bitcoin a tronon van rajta tulajdonképpen, tehát ez egy bitcoin, de tron addressen van rajta. Tehát, hogyha megnézzük a mi addressünket, akkor egy ilyen tron address fogunk kapni. Jó, megtörtént a swap funkcióval, a swappolás, tehát átváltottuk a tronunkat bitcoinra, és most szépen megyünk tovább, visszamegyünk a Justlandre, és megtörténik az, amit szeretnénk, tehát hozzáadjuk a mi bitcoinunkat, mint egy landing funkció, itt a supply gombbal. Supply, igen, elolvassuk approve BTC, klik, ilyenkor nyilván megint a trollingba kéri majd az engedélyt, accepteljük, ezt mind bele tudjuk tenni, 0,01, supply gombnál beírjuk, 0,01, és supply, és akkor most történik az, amit szeretnénk, hogy rendelkezésre bocsátjuk a tokenünket, és ez meg fog jelenni egy ilyen kis ablakban majd, mindjárt, hogy mennyi van tulajdonképpen nekünk bent. Jó, akkor most itt látjuk a My Supply-nál, hogy mennyi bitcoinunk van fönt, ugye ezt minél tovább bent tartjuk, annál nagyobb lesz a úgymond keresett bitcoinunk, de mint mondtam, bármelyik coinra tudtok itt kattintani, és hozzá tudjátok adni, tudtok ezzel kvázi, nem csak tartjátok a kis ledgereteken, hanem ide bejöttök, és Tronon keresztül, a Justlanden keresztül itt tulajdonképpen kvázi pénzt tudtok keresni, nagyon kevés rizikóval. És az a jó ebben a weboldalban igazából, hogy bármikor, ha úgy gondoljátok, hogy jó, elég volt, egyszerűen csak visszaveszitek a liquidity-t, tehát kiveszitek a bitcoint onnan, vagy a tront, vagy bármit, és tulajdonképpen folytatjátok tovább az életeket úgy, ahogy szeretnétek. De ez is egy nagyon jó, tehát azért mentem rá a Justlandre, mert ez is egy nagyon jó útja annak, útja módja annak, hogy nem egy nagyon komplikált módon, tehát a tron az tulajdonképpen olyan, mint az iPhone, és a balancer poolok, meg a Uniswapok, ez kicsit ilyen mélyebb, tehát ezek a liquidity poolok, ott kicsit más, hogy zajlanak a dolgok, tehát az egy picit nehezebb, az ilyen androidos világ, ez pedig inkább egy ilyen nagyon egyszerű, meg van csinálva, beteszed ide a tront, átváltod a Just Swap-on bármire, és ide jössz a Justlandre, és hozzáadsz, mint supply gombbal, tehát rendelkezésre átad ennek a platformnak a te bitcoinodat, te dörödet, tronodat, vagy bármidet, amit itt láthatunk az All Markets-nél. Köszönöm a figyelmeteket, és ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan írjátok a kommentben. Sziasztok!